A segélyplafon bevezetésével a kormány a leginkább rászorulók juttatásait akarja csökkenteni, mondja az MSZP. A párt szerint a szociális juttatásokat nem csökkenteni, hanem növelni kellene. A szocialisták azt mondják, a kabinetnek az elvonás helyett a támogatások pontosabb célzására kellene törekednie, hogy azok valóban a leginkább rászorulókhoz jussanak el. Az MSZP úgy véli, Magyarország nem a szegények támogatására költ európai összehasonlításban sokat, hanem a gazdagoknak járó indokolatlan kedvezményekre. Kóros Lajos a vendégünk, jó estét kívánok! Üdvözlet. Jó estét kívánok! Lehet ma Magyarországon a segély több, mint a munkabér? Nem lehet. Évek óta nem lehet. A legmagasabb összeg, amit segélyként lehet kapni, az a rendszeres szociális segély. Az RSZ összege az 42.360 forintra jön ki. Ez pontosan 90%-a lehet maximum a közfoglalkoztatási bérnek. Akkor ezt nem értem. Tehát ugye itt a kommunikáció arról szólt, hogy azért kell ez a segélyplafon, mert inkább felolvasom Selmeci Gabriella közleményének egy részét, tehát hogy még mindig sokan élnek vissza az állami segélyekkel, ezért a kormánypárt egyetért a kabinet döntésével, a kiskapukat be kell zárni. Nemzeti konzultáció során is azt mondták az emberek, hogy nem fogadható el, hogy valaki jobban éljen segélyből, mint becsületes munkából, és a kormány többség arra kapott felhatalmazást, hogy megvédje a munkahelyeket, ezért aztán nem segélyből kell élni, és nem lehet az, hogy többet keresen valaki segélyből, mint munkából. Hát akkor menjünk visszafelé rajta a sorba. Látja valahol bárki ebben az országban, a 10 millió magyart kérdezem elsősorban, ahol a kormány munkahelyeket hoz létre? Nem. Hát megyek azért, tovább. Azért voltak beruházások, voltak munkahelyek. Több szűnt meg, mint amennyi létrejött. Több tőke ment ki az országból, mint ami bejött, és már a magyar tőke is kifelé menekül az országból. Tehát én nem látom ezeket a folyamatokat. Ha tovább megyünk, hogyha van arra precedens, hogy valaki visszaélt a jogával, akkor az ellenőrzést kell erősíteni, és arra nem az a válasz, hogy segélyezési plafont vezetnek be. Ráadásul a mai napig nem tudták megmondani, hogy mit értenek segély alatt. Én másfél héttel ezelőtt egy sajtótájékoztató keretében megkérdeztem. Hiszen azt látom, hogy a kormánypárti képviselők hetet havat összehordanak, és akkor tisztázzunk néhány dolgot. Az álláskereséshez adott állami támogatás, azt ugye a munkavállaló kapja arra az időre, amikor ő munkát keres, nem kegyelemkenyeret kér, ez tisztázó. A régi nevén ez a rendelkezés. Hát a lánykori nevén. Rendelkezésre állási támogatás. Az is volt, és álláskeresési támogatása. Régen még ezt munkanélküli segélynek hívtuk, akkor még a segély volt a neve is. De azért szeretném mondani, hogy azok az emberek, akik munkavállalóvá válnak, ugye a jövedelmük egy jelentős részére egy szerződés keretében lemondanak. Ezt úgy hívják, hogy adót fizetnek és járulékot fizetnek, többek között társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot, egészségügyi hozzájárulást fizetnek, azért, hogy amikor ők bajba kerülnek a munkaerőpiacon, akkor az állam adjon nekik segítséget ahhoz, hogy újra visszakerüljenek a munkaerőpiacra. De ugye ez mindig is szabályozva volt most, meg aztán főleg, hogy ezt nem lehet korlátlanul, nem lehet éveken keresztül ezt igénybe venni. Csak mondom, az álláskeresési támogatást ugye 3 hónapra csökkentette a kormány. Tehát itt azért olyan eszeveszett nagy juttatásokhoz nem lehet hozzájutni. A rendszeres szociális segély, ami tipikusan segély, mert azért ebben végképp nem lehet belekeverni a gyermekek után járó támogatás, ez a 42.360 forintra jön ki, ez 90%-a a közfoglalkoztatási bérnek. Tehát még véletlenül sem éri el, tudom, hogy a kormány azt gondolja, hogy 47.000 forintból meg lehet élni, különösen Zsiga Marcell, na de ez a 47.000 forintnak a 90%-a. De szeretném hangsúlyozni, hogy aki elvileg erre jogosult, annak olyan embernek kell lenni, ahol olyan környezetben él, ahol garantáltan nincs munkahely, olyan helyen él, ahol nem tudnak neki közmunkát adni a települési önkormányzat által, vagy 14 éven aluli kisgyermeket nevel, vagy 57 éves elmúlt és 5 éven belül nyugdíjas lenne, és nincsen egy huncut fillér vagyona. Hát ilyen ember kettő sincs ebben az országban. Tehát azt szeretném mondani, hogy elvileg, aki ennyit kaphatna, az sem annyi, mint a közfoglalkoztatási bér,
De ez egy üres halmaz, amiről beszélnek, tehát ez egy ilyen virtuális szám, mert azok az emberek, akik jogosultak rendszeres szociális segélyre, most kapaszkodjon meg. Tudja, mennyi segélyt kapnak? 20-22 ezer forintot. Hát hogyha a legalsó jövedelmi decilisben élő 1 millió ember, a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező 1 millió ember egész évi jövedelme a múlt évben 310 milliárd forint volt, akkor nem kell hozzá nagy fejszámolónak lenni, hogy 22.400 forintra jön ki durván az egy főre jutó jövedelme. És itt most egyébként mennyi lesz a plafon? Tehát például ez a üres halmaz, de mégis 42.326 forint, akkor ez mennyi lesz? Tehát, hogy ezeket viszik lejjebb? Hát nagy valószínűséggel, itt ugye nyilván arról van szó, hogy a kormány pénzt akar kivonni a szociális ellátó rendszerből, és én azt mondom, hogy nincs Európában még egy olyan ország, mint Magyarország, aki a válság hatására a szociális támogatásokból pénzt vett volna ki. Hát mindenki más ilyenkor rak bele pénzt, új forrásokat. Ráadásul Magyarország borzasztó keveset költ ezekre a szociális transferekre. Hát a GDP körülbelül 1,7-1,8%-át költjük csak rá. Azt mondja meg nekem, mert biztos, hogy vannak, voltak és lesznek is, mint mindig minden rendszerben visszaélések. De ezen támogatások közül mivel lehet visszaélni? Azt már mondtuk, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás ugye 3 hónapig jár, tehát maximum valaki 3 hónapig nem is olyan nagyon keres állást, bár szerintem jobban örül 20 ezer forint helyett, hogyha akár 47-et is kereshet. Tehát ezt úgy nem nagyon hiszem, hogy ezzel élnek vissza az emberek. Ápolási díj. Tehát aki mondjuk olyan galát, hogy azzal csal, hogy azt hazudja, hogy neki van egy 18 év alatti súlyosan fogyatékos gyermeke hozzátartozik, és azt ápolja, tehát én ezt megint nem hiszem el, hogy ezzel élnek vissza az emberek. Lakásfenntartási támogatás, ez a szociális rászoruló háztartás. Kevés. Hát ez meg 2500 forint. Az a minimum összeg, de hát az önkormányzatok szociális segély, de ezeket mind az önkormányzatok adják, és ott helyben mondjuk nehéz azt mondani, hogy bocs, ide gurultam a legújabb autómmal, és jöttem, nem tudom, rendkívüli szociális segélyért. Tehát mivel lehet visszaélni? Én azt látom, hogy manipulálják a közvéleményt nagyon keményen. Nagyon keményen. Fölsorolják az összes olyan szociális transfert, amelyik van a szociális ellátórendszerben, és fölállítanak egy ilyen virtuális képletet, hogy mit lehet még kapni. És amit lehet kapni, azt mind összeírják, egymás alá írják, és ezt összeadják. De ilyen ember nincs, aki egyszerre jogosult rendszeres szociális segélyre, ápolási díjra, közgyógyellátásra, lakhatási támogatásra, és még mondjuk van egy a közgyógy mellett, illetve az ápolási díj mellett, aminek feltétele ugye, hogy tartósan beteg, vagy olyan fogyatékos gyereket kell, vagy fiatal felnőttet tartania, ahol nem tud mellette állást vállalni. Egyébként ez egy jövedelempótló támogatás, tehát ez sem segély. Hangsúlyozom, jövedelempótló támogatás. 29 ezer forint? Hát, hogyha tehát fokozott abból, ápolást igényel, 34, igen, 34-38 lehet, hogyha... Egy súlyosan fogyatékos gyereknek a nevelése, hát, aki mellett nem lehet 24 órát dolgozik mellette a hozzátartozó. És akkor azt most mennyire csökkentik? Hát el nem tudom képzelni. Hogyha azt gondolják, hogy abból induljunk ki, hogyha valaki mondjuk kap egy ápolási díjat, és jogosult közgyógyellátása, mert olyan szegény a nyomorultja, mert csak ez a jövedelme van, mint az ápolási díj, és kap hozzá 6000 forintot, az még mindig csak 40 ezer forint, és tételezzük föl, hogy kap hozzá 3-4 ezer forint lakhatási támogatást, és még valamit el nem tudom képzelni, de valamit még kap, és az kijön mondjuk 49 ezer forintra, ami több, mint 47 ezer. Akkor most elvonnak belőle 8-10 ezer forintot. Hát egyszerűen az ember esze áll meg, mert ebből csak éhen halni lehet. Hát nincs az a közgyógyellátott, aki kijönne a közgyógy igazolványra vásárolt támogatásból a gyógyszerek megvásárlásánál. Mert hát az törvényszerű, hogyha van egy tartósan beteg, vagy egy súlyosan fogyatékos ember, akit ápolási díjon otthon ápolnak, annak olyan kiadásai vannak, annak olyan betegségének kell lenni, ahol horribilis pénzeket kell, hogy a család fizessen a gyógyszereké. Tehát én ezért mondom, hogy fejezze be a kormány a szegények megbélyegzését. Nem, hogy kivonni kéne ebből a rendszerből, hanem bele kéne tenni ebbe a rendszerbe. Van ám feladat egyébként a szociális ellátórendszerben. Ami? Van feladat. Például a célzottság.
Például hatékonyabbá kéne tenni, például olyan rendszert kéne kialakítani, hogy biztos, hogy oda kerüljönek a támogatások, ahol a legnagyobb szükség van rá. Hogyha ők azt akarják, hogy mindenkinek lehessen látni pontosan, hogy mennyi támogatást kap, én ezzel is egyetértek, egyébként most is lehet látni. A sokkal munkásabb és hosszabb időigényesebb feladata ezt a rendszert kiépíteni, az biztos. Köszönöm szépen, hogy itt volt.